Gyere, meg beüzemeljük azt a... Mi az? Szendvicsütöt, amit kiröhögtél. Mert hogy az mi az? Elég retro, meg a kosz rá van égve, de... Ez egy grillsütő. Hát most már ezt berakják a mikró tetejébe, és akkor az egybe van. Fogd meg ezt. Jó gusztam. Most ez teljesen minden sterilizálható. Csak hát a vasalózsinór, nem tudom, láttatok, ez a vasalózsinór. Ezt kell hozzá betátnom, itt a becsatlakozója. Azért ez... Igen. Messze van az USB-től. Ez azért ez már na. Belülök el 220-ban. Ezt a mindenit, de jól néz. Na melegít is. Ide kell rátenni a szendót. Jaj, de kár. Ide majd a készen is, hogy kell rajzolnom az erősítőt, hogy meggyűlődjenek össze. Ilyen. Most van prománci. Meg kéne hozzá zsemle, mert valamit meg is kell sütni. Olyan nagyok, nem? Nekem készít. Mondjuk szétszakadt a fió. 2016-ban járt. Ja, az akkor lejárt. Most nem régen. A Bartos küldte, hogy ő már nem tudja megenni. Nem tudok ilyen nyelven. Kül lenni, de van rajt 16. Meg 18-ba lejárt, most ez teljesen mindegy, mondom, a Bartos küldte. Várjál, van rajt 2016, 2018 és 2022 is. Na, figyelj, nem fog megtámadni. Kivetjük. Akkor már nem élhető túl. Ez teljesen tökéletesen fúj. Jó. Ez nagyon-nagyon finom. Hova tettem a kést? Az... De jó illata van. Nagyon finom cucc. De elég furán néz ki. De beleszartak volna. Azt ide ott dobjam. Jaj, jön. Megkened. Megkenek. Lehetne rajta sajt, meg hagyma még. El lehetne ezt így tulozni. Az a lényege, hogy a szélére is menjen. Ha megpirul a szél, akkor nem olyan jó. Az a jó, hogyha azt is lefedi, ez az a tökölős. Hol nem bír elfókuszálni semmit. Hát nem tudom, kezd a Huawei is meghűlni. Nem volt ez ilyen rossz. Sok frissítés nem tett neki jót. Ez olyan, mint valami Lidl-is reklám. Közben kéne mondanod. Mi? Friss, újonsült és ja. Olcsó. Olcsó, mert itt van már 4 éve. Megszentésítő meg. Szarra kell mindbe. Ez vagy 50. Nem, ez olyan finom lesz, hogy rá fogsz szokni. Már ettem ilyet. Csak ez nagyon magas lesz. Fú, te nem bírok. Nem fog beleférni ide alá, az a bolga. Ne remegjen a kezem. Letesszük ide. Még a izé a hagymából kéne valami, hogy megtalálom a hagymát. Pont így. Valami tévéműsorban. De jó. De finom. De direkt ilyen téli meleg szendvics ütemény nyáron nincs az őrült, aki ezzel a 800 watt hőt leadó sütővel süt, de már izzadok én, pedig nincs fűtve nálam még idén. Januárban volt a tojár, és ezt valahogy bele kéne tenni. Lehajtod, és akkor válsz. Ilyen ütetője. Ezt is földaraboljuk a következőket, addig meg lehet csinálni. Ez egy grillsütő. Hát ez nem veszélytelen, mert az egész ilyen tűzforró. Ilyen tudtam betúszni. Ha persze, és megég a kezem. És mi, mitől meleg? Hát ettől itt. Ja. Ízzik, nem látod? És ez mi? Hát a fűtőszál. Mind a hősugárzó a szendvics fölött, ezt kész. Ez a grillsütő. Hát ilyen ez volt. Ez elég egyszerű. Hát az hát, mint egy fajék. Csak ez fém. Fém és tűz, mind a csöves erősítő. Akkor ez volt nagyon modern. Ultramodern. Valamikor 73-ban. Akkor még a dizájnra is adtak, vagy az lehet, hogy esett egy emeletet, emlékszem még a Balatonon. De a mostani termék esik egy emeletet, akkor az nem így néz ki 20 év múlva. De milyen dizájn? Mit látsz? Hát azt, hogy milyen szépen meg vannak hajlítva az élek, ja. meg ez a fogantyú is, hogy, ja. hogy ergonomikus az egész. Milyen szépen illeszkedik.
Minden. Minden olyan szép. És akkor így elengedem. Na hol van az, amivel ki lehet venni, mert így... Mint hogy csak egy AirPods doboz csuknám be. Jó. Az a kidolgozás, az a... Az mire valami? Hát, hogy meg tud fogni, mert amúgy tűz forró. Ez úgy nagyjából kész vagyunk. És ha én kiesik, akkor mi van kezedbe? Hát semmi. Leégeted magad. Ennyire meleg? Hát sűt azt a mindenit. Nazdarovnye! Majd kóstod nekem a videót. Csúnyán beszélsz, nem fáj annyira. Ja, az igaz. Nem is. Jó lesz, majd mindjárt meg megkülöztek, hogy tudod enni. És ha kikapcsoló gombot keresnéd, akkor ez így működik, így lehet kikapcsolni. És kész van a másik kettő is. Hát az állóvadna a kikapcsoló gomb. Hát az biztos. Hát így ennyi. Úgyhogy most a zónél falfeledik kettőt, ez beharaphatod. Milyen íze van, kíváncsi vagyok. Mit mondasz rá? Retro szendvics. Az igazi meleg szendvics. A hűtő, hogy nem zenél, hogy nyitva vagyok, nyitva vagyok. Nem szokta tolni. Na milyen? Jó. Szerintem jobb, mint a... Az az összeszorítós, amivel az ingemet vasaltam. Nem? Én megeszem hozzá ezt a két paradicsom darabot is, ne itt rohadjon. Jobb az összeszorítós? Erre is lehetne még tenni mást is. Szalonna darabokat, halljam meg. Azt mondom, hogy én kicsit hiányoznak. Hát ez csak provanszi meleg szendvicskrém, meg hagyma. De ketchupot azt tehetünk rá. Hmm. Vagy hamburger szószt, nem? Na milyen? Egy tudom képzelni vele, finom. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Ennyi volt a premier így nappal. Ezt ma be is tesszük, nem? De... Esti premier így nappal.